Tisztelendő paptestvérek, parancsnok asszony, tisztelt előjárók, fogvatartottak Krisztusban, szeretett testvéreim, és ez az éjszaka leghosszabb a sötétséget illetően, hiszen most van a téli napforduló, mostantól kezdve, ha csak egy nagyon picikével is, de hosszabbodnak a nappalok, és rövidülnek az éjszakák. Nem tudom, ki hogy van vele, de számomra mindig egy örvendetes dolog, hiszen jobban szeretem a világosságot, mint a sötétséget, és hát jön a világosság időszaka. De lelki értelemben is van ilyesfajta forduló egy ember életében, amikor rájön arra, hogy Isten szereti őt, és mindenféle sorsa, gyallósága, bűne ellenére van kiút számára is, már itt a földi életben is van reménye. És így a legsötétebb lelki állapotból is lehet haladni a világosság, azaz Isten felé. Ha hittanórán lennénk, akkor kérdezném, hogy hát hogy kell azt érteni ebből az evangéliumi jelenetből, hogy van két asszony, nevezetesen Szűz Mária, és az idősebb rokona Erzsébet, aki gyermeket vár, mert meghallottam, hogy Mária is ezért megy hozzá a látogatóba. És ugyanakkor ez az idős asszony Erzsébet azt mondja, hogy hogy lehet, hogy az én uramnak anyja látogatott meg engem. Hát azért, mert Mária is gyermeket várt, utána vagyunk már az üdvösség történetben, az angyali üdvözletnek, amikor hát Mária megtudta, Szentlélektől fogant és fia születik, akit majd Jézusnak, Messiásnak fognak hívni. Mi utólag keresztények Jézus Krisztus halála és föltámadása után egyértelműen a názáreti Jézust Isten fiának valljuk és mondjuk, és mint Isten kiérdemli azt a nevet, amit az Ószövetség a mindenhatóra szokott mondani, hogy az Úr, az abszolút Úr, aki a világnak, az embernek a teremtője. Mert ő így az Atyával. De a tanítványok se tudták ezt még a kezdet kezdetén, hiszen amikor Jézus kérdezősködött, hogy kinek tartják az emberek az emberfiát, mármint őt, akkor azért mindenféle válaszokat mondtak, hogy Keresztelő Jánosnak, valamelyik prófétának, és azért nem versengtek a gyerekek bódjára, az apostolok, mikor a gyerekek mind tudnak valamit és kiabálnak, hanem hát Péter mondja egyedül azt, hogy te vagy a Messiás, az élő Isten fia. Tehát nekik sok idő el kellett teljen ahhoz, hogy ezt a hitet vallani tudják. De Erzsébet az a Szentlélektől megvilágosítva meglátta már a gyermeket hordozó Máriában, hogy a názáreti Jézus személyében az Isten fiának is életet ad, hiszen emberi testet öltött. És ezért mondja, hogy az én uramnak az anyja jön hozzám. Hát itt vagyunk most a kalocsai fegyházban, és hát, mint látjuk, tudjuk, ez egy zárt intézmény, hiszen őrzik keményen. Azt gondolná az ember, hogy ide úgy nem is lehet bejönni valakinek, aki nem lesz leellenőrizve, hiszen én is hozom a személyigazolványomat,
hogy ellenőrizzék kilétemet, hát akkor ide más nem is tud bejönni, csak aki a szigorú vizsgálaton és őrzésen átmegy. De Isten át tud menni. A falakon is átmegy. Ott tud lenni. És a Szent Mise az egy hatékony módja annak, hogy találkozzunk az Istennel. Először is halljuk a szentírási részleteket. Amit jól lehet, emberek írtak le, de a Szentlélek sugalmazása által az Isten szava az emberhez. Már az Ószövetség is sok fölvilágosítást ad az üdvösségre valóan, de az evangélium pedig egyértelművé tesz dolgokat, mert Jézus Krisztus személyét azt elénk állítja. Tehát itt van, úgy is. De mi hisszük azt, hogy az Eukarisztiában szentségi módon jelen van az Isten. Mert ő mondja magáról, hogy én és az Atya egy vagyunk, és amikor az utolsó vacsorán meghagyja, ez az én testem, ez az én vérem. És ebben a biblikus gondolatban nem csak a test van, hanem Jézus egész személyisége. Jelen van. És hát ez is egy olyasmi, ami álmékodásra kényszerít, hogy ide is eljön közénk. Gondolom, itt azért eljut ide is a hír, hogy a katolikus egyház 2000-ben az eukarisztikus kongresszust fogja megtartani, ami nem más, mint az eukarisztiában jelen lévő Jézus Krisztusnak nagy ünneplése. Ez már vagy 100 éve tart, minden szentmisébe ünnepeljük, de akkor valahogy erre összpontosul minden figyelem, minden ünneplés, minden szervezés, minden program. Már volt egy ilyen Magyarországon, éppen 80 esztendővel ezelőtt, 1938-ban. Archív filmekről lehet látni, hogy micsoda óriási jelentősége volt az akkori magyarság számára. Nem kisebb 2020-ban a mai magyarságnak és a mai világnak sem. Úgy is ott lehet lenni, hogy imádsággal támogatjuk, kérjük, hogy ennek a nagy ünneplésnek lélekben mi is részesei lehessünk. Hiszen az Úr eljön hozzánk az Eukarisztiában, és itt van, nem lesz jobban jelen a hősök terén, amikor érsekek, püspökök, meg pápai legátus lesz ott, mint itt most. Nincs jobban jelen a Szent Péter bazilikában sem, mint például a homokmégyi templomban. Az ő jelenléte teljes, ezért itt is ezzel az örömmel kell erre gondolni. És abból a hasonlatból indultam ki, hogy rövidülnek az éjszakák, hosszabbodnak a nappalok, ez a természetnek a rendje és törvénye, de legyen lelki életüknek is egyfajta törvényévé, hogy most, miután itt vannak a hit és a kegyelem által, fölismerhetnek olyan hitigazságot, ami bevilágítja az élet sorsukat, segítse mindannyiukat ez a kegyelem, hogy napjaikat itt úgy éljék meg, hogy ennek is értelmet tudjanak adni, a maga módján helyére téve a múltat, megbánva bűneinket, de Isten irgalmát jelenünkre kérve, jövőre pedig gondviselését. És ez nagyon fontos, ez volna az igazi karácsony öröme. Minden évben a karácsonyi üdvözlő lapot
saját magunk állítjuk ki az érsekségen, tehát nem veszünk előre nyomtatott karácsonyi lapokat, hanem egy pár gondolatot szoktam odaírni, és a könyvtárunk egyik kódexének, vagy könyvének a képét tesszük rá. Egy ilyen lapocskát fogok majd itt osztogatni mindannyiuknak, és pontosan ez van benne, hogy a proféta jövendőlés, hogy megszületett a Messiás, az valóra vált, és karácsony adja meg nekünk a lélek derűjét, ami minden körülmények közt meg lehet, és adja meg nekünk az üdvösségnek a reményét is. Azt hiszem, ez a legnagyobb karácsonyi ajándék a hívő embernek, akár milyen életállapotban van. Hát én is ezekkel a gondolatokkal kívánok itt mindannyiuknak boldog áldott karácsonyt és új esztendőt. Amen. Amen.